Látványos műsorral is készültek a szervezők a második Bugalya Cup kerékpártúrára Siklóson a hétvégén. A vár előtt gyülekeztek a résztvevők, a sporteseményen a térség országgyűlési képviselője is indult. Nagy Csaba stábunknak elmondta, hogy fontos célt szolgál egy ilyen rendezvény. Ne csak itt Siklóson, ne csak a környéken, hanem az országban is jobban megismerjék azt a kulturális örökséget, amivel Siklós és a környezete rendelkezik, és talán ahhoz is hozzásegíthet, hogy a turisztika egy picit fellendül. Legalábbis arra számítunk, hiszen a nevezők száma az nőtt, és egyre népszerűbbek úgy tűnik, hogy Magyarországon is az ilyen és ehhez hasonló kerékpáros programok. A második alkalommal megrendezett kerékpártúra idén is népszerű volt. Míg tavaly körülbelül 130-an vettek részt a tekerésen, addig az idei évben közel megduplázódott ez a szám. Rigl Gábor polgármester elmondta, más területen is fejlődött a program. Egy kicsit több útvonallal készültünk, és természetesen, mivel Siklós 45 rendezvény sorozatát bonyolítjuk 2022-ben, így nem volt kérdés, hogy egy 45 kilométeres távot is be fogunk építeni. Van egy rövid távunk 21 néhány kilométerrel kifejezetten a kisgyermekeseknek, a családosoknak. Emellett egy 82 kilométeres távot is teljesíthettek a bringások, de a profi kerekezők egy 106 kilométeres szakaszt is bevállalhattak. Mindez pedig komoly szervezői munka, amit a Balaton Körsport Egyesület végzett. A program elejétől a végéig minden apró részletre figyelni kell, mondja Kósz Zoltán elnök. Mi már 23 éve szervezzük a túrát, tehát most már nálunk teljesen kiforrott ennek a módszertana, mit, hogyan kell csinálni, kit kell keresni, mit kell keresni, mi az, ami kötelező, mi az, amit hozni kell, mi az, ami fölösleges, hogyan informáljuk a nevezőket, hogy hogyan történjen, honlap, Facebook oldal, fórumunk is van, telefonon is egyfolytában keresnek, e-mailben is keresnek bennünket, és minden információt megpróbálunk megadni. A helyszínen pedig folyamatos tájékoztatást tartottak. Amikor a túrázók elkészültek, elindultak a várudvarba. A rajtszámok felragasztása és a kerékpárok ellenőrzése után következett a visszaszámlálás, majd az indulást jelző lövés.